Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Sziasztok a Nyíregyházi Televízió műsorán. Érdemes lesz velünk tartani, számos izgalmas programmal és témával érkezünk. Érkezik hozzánk majd a Képmászenekar, illetve a Buratino Bábszínház művészei, de kezdjük is egy nagyon izgalmas programajánlóval, ami most igazán lázban tartja a nyíregyháziakat. Október 7-én ismét Nyíregyházára érkezik Katus Attila, még pedig a Continental Arénába, de részletekről már inkább vendégeimet kérdezem. Horgyánkenékű, köszöntelek szeretettel is Töböri Ágnes, aki egy nagyon különleges sportágat fog nekünk ma itt bemutatni. De először meséljetek arról, mi lesz pontosan október 7-én. Szeretettel köszöntünk mindenkit mi is, és reméljük, hogy személyesen is találkozunk a Continental Arénában hétfőn, hiszen Katus Attila látogat a FIT események keretében. FIT szüret az idei programnak a neve, hiszen igyekszünk mindig az időjáráshoz, évszakokhoz, eseményekhez illeszkedni, és Attila így a téli időszak előtt minden testrészt átmozgatva nagyon kemény 60 perces edzések készül, de arra kérünk mindenkit, hogy ne rettegjen meg, hiszen saját alkatához, állóképességehez mérten fogja tudni csinálni a feladatokat, tehát tényleg minden korosztályt várunk sok-sok szeretettel, 4:30-kor megnyitjuk a kapukat, és 6 órától pedig Attila, előtte pedig egy nagyon-nagyon új mozgásforma, ami már a Mozdulj Nyíregyházának is része, a Gymstick lesz a bemelegítés. Hát és akkor beszéljünk is erről, hiszen ez egy nagyon izgalmas dolog. Milyen eszközt hoztál magaddal? Van, ő lenne az, Gymsticknek nevezik. Ugye ez egy eszköz, amely egy tornabot és két gumikötél ötvözetéből alakult ki. A gumikötél végén ugye ilyen kengyel található, amelyet könnyen a lábunkra és a kézfejünkre helyezhetünk. Ugye a gyakorlatok végzése közben ez a gumi megfeszül, és ezáltal ugye ellenállást fejt ki. Minél több gumit tekerünk a botra, annál nehezebb lesz a gyakorlat, amit ezzel az eszközzel végzünk majd. Hát azért ez nem tűnik annyira egyszerűnek, inkább profi sportolóknak ajánljátok, vagy kezdők is kipróbálhatják? Nagyon jó a kérdés, ugyanis a kezdőtől a profi sportolóig, hiszen van nekünk ez különböző színekben, van zöldbe, kék, fekete, ezüst és arany. És a zöld az idősebb korosztálynak ajánljuk, illetve a kezdő sportolóknak, a kék az átlagos edzettségű hölgyek és férfiak használják, illetve van a fekete, amely már ugye egy erősebb ellenállást ad, úgyhogy ezekkel az eszközökkel szoktunk dolgozni. Az ezüst és az arany pedig inkább személyedzéseknél alkalmazzuk. Pont ezt szerettem volna mondani, nekem az arany tetszett meg a legjobban, úgyhogy vajon mennyit kell gyakorolnom hozzá. Hogy lehet elkezdeni ezeket az edzéseket? Hát elsősorban ugye el kell jönni, és meg kell ismerni, és most erre lehetőségünk is nyílt ugye a Mozdulj Nyíregyháza program keretén belül. Mindenki tudja alkalmazni. Nekem van 10 éves vendégem, van 60 éves vendégem is, úgyhogy mindenki sok szeretettel várunk. Sokat beszélgettünk már arról, hogy mennyire nehéz mindig újat adni a sportban az érdeklődőknek, hiszen a Mozdulj Nyíregyházának ez is a lényege, hogy évről évre új területet ismerhessenek meg a nyíregyháziak, és újban próbálhassák ki magukat. Hogy találtatok rá a Gymstickre? Igazából ugye ez nagyon szerencsések vagyunk, hiszen az oktatók is nyitott szemmel és nyitott füllel járnak városunkba, és Ágiék jelentkeztek, hogy szeretnék magukat megmutatni, és nagy sikere volt, mikor legutóbb Éres Alexandra Nyíregyházán járt a Conti Arénában, akkor leegyeztettük, hogy ők is hozzák magukkal ezeket a Gymstickeket, és akkor tartanak egy kis bemutató foglalkozást, és azt vettük észre, hogy ilyen 5 perc után már mindenki ugrott az eszközért, és nem tudom, 100-200 botot hoztatok, tehát igen, nagyon sok botot is hoztak magukra, és elfogyott mind, maguktól álltak be az emberek kipróbálni, és nagyon élvezték. És itt természetes volt, hogy akkor most a szeptemberi mozgásrendben, akkor helye van ennek a mozgásformának is, és csütörtökönként este 6:30-tól a Kodályban ki lehet próbálni. Milyen egészségre való hatása van? Rengeteg előnye van. Ugye ez egy komplex képességfejlesztés történik a Gymstick edzések során. Állóképességet fejlesztünk, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, gerinc izmait erősítjük folyamatosan. Mindenre nagyon jó. Mióta jött be Magyarországra ez a trend? Hát körülbelül 7-8 éve van már, és itt Nyíregyházán nem nagyon ismerték eddig, és azért gondoltam, hogy akkor én szeretném megmutatni a nyíregyházi lakosságnak, és nagyon nagy sikere van, hál' Istennek. Pozitívak a visszajelzések? Nagyon, igen. Visszajáró vendégeim vannak. Én már igazából olyan április végétől tartom itt Nyíregyházán, és azért vannak visszajáró vendégek folyamatosan, illetve újak is. Milyen korosztály? 10 éves kortól 100 éves korig akár, mivel különböző erősségűek a botok, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.
illetve milyen ellenállást adsz rá. Tehát nyugodtan lehet a kezdő, 10 éves is kipróbálja, és ők is nagyon szeretik, tehát én már gyerekeknek is tartottam, ők is ugye nagyon befogadóak, és szeretik ezeket az új eszközöket, és ők is szeretik, illetve ugye az idősebb korosztály is ő végre tudja hajtani ezeket a feladatokat. Ugye a Mozdulj Nyíregyházának kiemelt eleme az is, hogy közösségépítés valósuljon meg ezeken a programokon, sportprogramokon, lehetőségeken. Mennyire van mondjuk lehetőség arra, hogy ezt csapatban űzzék az emberek? Csapatban tartjuk ezeket az edzéseket, és egy nagyon jó összeszokott családias légkör van nálunk, úgyhogy már egyre jobban ismerkednek az emberek egymással, úgyhogy nagyon-nagyon jó közösségformáló ereje van. És akkor hétfőn ez is kipróbálásra kerülhet. Igen. Majd. Kapunyítás 17 óra 15 perc, beszéljünk kicsit a pontos időpontokról. Tehát 17 óra 15 perckor megnyitjuk az aréna küzdőterét, természetesen az előtérbe már korábban be lehet jönni. Továbbra is kérjük, hogy a nyíregyházi lakcímkártyát hozzák magukkal, hiszen ez elsősorban nyíregyháziaknak szervezett program, de volt már rá példa, hogy volt még hely a küzdőtéren, tehát aki a környék, ből érkezik más városokból, őket is beszoktuk engedni. Reméljük, hogy idén is megtöltjük a küzdőteret. Attila is nagyon várja már, ő is ugye hirdeti az eseményt, és akkor Ágék egy 30 perces bemutató foglalkozást tartanak, ami lehet, hogy már nem is egy bemelegítés lesz, hanem egy kicsit át fog menni a komolyabb edzés világába. Utána van egy megnyitó beszéd, polgármester úr reméljük, hogy eljön és megnyitja hivatalosan is az őszi fit eseményeket, és utána pedig 6 órától Attila 60 percen át egy alakformáló edzést fog tartani. Mire készülhetünk az alakformáló edzésen? Erről már sokszor beszéltünk, hiszen nem először jár Nyíregyházán, és tényleg nagyon pörgős edzéseket szokott itt csinálni. Hát reméljük, hogy ismét fog pörögni, de azért nagyon oda szokott figyelni arra, hogy milyen a közönség összetétele, mennyire bírják az emberek, illetve az egyedi szintek tartása az továbbra is biztosított. Tehát tényleg mi azt kérjük, hogy mindenki hozza magával a polifómját, a sportörölközőjét, egy kis folyadékot, és váltóruhában öltözőket megnyitjuk, át lehet öltözni edzések előtt is, és edzés után is, tehát tényleg mindenkit várunk szeretettel. Örültek az emberek, a nyíregyháziak annak, hogy újra visszajönk a TUS Attila a Fit Nőnapra? Én emlékszem, elképesztő volt a hangulat, tényleg fantasztikus volt, vidám volt, mindenki motivált. Kaptatok visszajelzést, hogy igenis jöjjön és tartson még nekünk edzést? Igen, legutóbb is, mikor ugye Attila itt volt márciusban a nőnapon, akkor úgy mentek ki a hölgyek, nagyon sokan, úgy reméljük, hogy akkor ősszel újra találkozunk Attilával, és mi igyekszünk teljesíteni a kívánságokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és fantasztikus hangulatot kívánok nektek. Köszönjük szépen. Mi pedig folytassuk programajánlóval. A Burattino Bábszínház előadásai október 5-én 16 órától a Három Kívánság, 6-án 10 órától a Madár Ijesztő. Helyszín Korzó Bevásárlóközpont, B épület, 2. emelet. Október 8-án 16 óra 30 perctől a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárában Könyvtári Tea délután című programsorozat, melynek keretében Tudom, hogy az Én Megváltom él címmel Mike Ádám az Egyetem Zenei Intézetének művésztanára tart előadást. Bodnár István, Bodnár Ágnes Fuski a Rétre című verses kötetének bemutatója október 9-én 15 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. A kötetet bemutatja dr. Antal Attila főiskolai tanár. A szerzővel beszélget dr. Bihari Albertné egyesületi titkár. Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája október 9-én 15 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Önállóság, biztonság és aktivitás digitális eszközök használatával. Előadó Cserbán Józsefné kuratóriumi elnök. Az előadás azokat a technológiai fejlesztéseket mutatja be, melyek kényelmesebbé, élhetőbbé teszik az időskorúak életét. Az eszközöket megismerhetik és ki is próbálhatják a résztvevők. Média és zene bőrze október 12-én 9-től 13 óráig a Váci Mihály Kulturális Központban. A Burattino Bábszínház közönsége már megszokhatta, hogy folyamatosan újul a repertoár, nagyon érdekes előadások érkeznek folyamatosan, arról pedig, hogy ősszel mit várhatnak az érdeklődő kicsik és nagyok, már az igazán szakértőket kérdezem, szeretettel köszöntöm stúdiumban Buda Mónikát, Kerekes Jánost és dr. Ravaszilt. Meséljetek egy kicsit nekünk, ki érkezett ma veletek?
Ma az új Bábos Béletünknek az egyik címszereplője. Az első Bábos Béletes előadásunknak most volt szombaton a bemutatója. Nagy siker volt, nagyon jól érezte a közönség magát, de mi is, úgyhogy egy jó kis zenés darab. Aztán a második pedig majd a Dr. Ravaszil című előadásunk lesz, amelyik a Róka úr, ő a címszereplője. Az erdőbe megüresedik az orvosi állás, és rögtön kap rajta a Ravaszil, és megnyitja a rendelőjét, úgyhogy főleg a kisállatok, ugye kisállat szakon végzett, ahogy majd bevallja, és azokat gyámolítja és próbálja összegyűjteni. Nagyon jó kis humoros, felnőtteknek is sok humort nyújt, meg nevetés majd. Egy, hát aztán ugye, hogy mesébe elnyeri a méltó büntetését ő is. Igaz, Uri? Szimpatikus kis karakternek tűnik, de azért látom én a szemében a sunyiságot. Kicsit meséljetek nekem róla, hogy kell majd az ő karakterét elképzelni. Most én azt hiszem, hogy ez a mi bábszínháznunknak a lényege, hogy az életkornak megfelelő karaktereket adunk, és azt próbáljuk úgy elővezetni, hogy a Róka az gonosz, de annyira nem gonosz, hogy gyűlölje a gyermek, sőt meg szokták sajnálni őt, és megetetik előadás után. Tehát igyekszünk úgy formálni a karaktereket, akár legyen az boszorkány, farkas, róka, negatív szereplőkkel főleg, ezek a horror mesék például, mint a Jancsi és Juliska, vagy a Piroska és a Farkas, úgy oldjuk meg, hogy ne legyen rettenetes. Ne féljen a gyerek, nem az a célunk, hogy féljen, hanem jöjjön máskor is bábszínházba, és érezze jól magát, és miközben jól érzi magát, közben még tanul is. Alapvető dolgokat szoktunk használni, például a köszönés, a bemutatkozás, hogy ezek már úgy ívódjanak belőjük, hogy ez normális. Mert van sajnos, aki nem tudja még ezt, hogy mi az alapdolog, hogy köszönünk. Tehát ezek általában az ilyen alapdolgok nekünk minden mesénkbe előfordulnak. És a mostani bemutatónak milyen volt a vízhangja? Tetszett a gyerekeknek? A mostani bemutató elkezdtünk menni egy kicsit ugye a trendi felé. Ez a Madári Esztő című előadás, interaktív zenés, népies motivumokra épült dallamokkal. Lényegében ott készül el a Madári Esztő a gyerekek szeme előtt. Én úgy vettem észre, hogy a felnőtteknek és a gyerekeknek is ugyanúgy megtaláltak a humorforrást, tanító célzat szintén benne, illetve találós kérdéseket kellett a gyerekeknek kitalálni, együtt énekelnek a bábokkal, nagyon egyszerű kis dalokat. Egy kis cuki előadás, én azt gondolom, de a felnőtteknek is. Én úgy láttam, hogy igen. Igen, tetszett, kukucskáltam a paraván mögül, és úgy láttam, hogy igen, csak tetszett az előadás. Nehéz bevonni a közönséget az előadásokba? Sőt, nehéz leállítani őket. Most is a Madári Esztőbe és másba is annyira szeretnének segíteni, vagy irányítani a mesét, és természetesen hagyjuk, hogy ők azt higgyék, hogy ők irányítanak. Persze ez nem így van, de mégis beleszólhat a gyermek, és ez a legszebb az egészben, hogy kommunikál velünk, mi vele, és akkor a probléma megoldások. Javaslatokat adnak a Rókának, vagy most is mondták, hogy mi a Madári Esztő, mire való, hanem madarat ijeszt, ennyi az egész. Meg a találós kérdésekre is megmagyarázzák a kisegérnek, hogy miért a napocska, kinn is vagyok, bent is vagyok, a vendég rajtam kopog, mi az az ajtó, de miért? Kint is van, meg bent is van, az egyik fele kint van, más. Olyan szépen elmagyarázzák, hogy hogy van ez, és aztán természetesen megtapsoljuk őket, mert ügyesek voltak. És akkor ez volt eddig, mi várható még mostanában nálatok? Hát minden évben általában négy előadást szoktunk létrehozni, ez a Bábos Béleten belül, de már most látszik, hogy több lesz, hisz már mi nyáron megcsináltunk egy ilyen vásári jellegű darabot, a Három Kívánságot, amelyiknek most szombaton lesz majd a bemutatója. Ez szintén egy ilyen vásári jellegű, tehát élőszereplő is, báb is, de egy kicsit a felnőtteknek is szól,
Tehát úgy a középutat megtaláltuk, remélem. Játszottunk már, Terénybe volt, igaz, ilyen bemutató jellegű. Múzeumfaluban. Nógrád megyében van, ott voltunk egy ilyen nyári szabad egyetemen is, ott mutattuk be, nagyon szerették, jó volt. Aztán már most próbálnak megint a lányok egy darabot, az igazságtevő, nyúl, az is úgy néz ki, hogy egy plusz lesz. Aztán mi meg, hogy ketten nem játszunk benne, mi most már próbálunk egy télapós darabot, mindig más legyen a tavalyihoz képest. És akkor ugye jön még a második darab lesz majd a Ravaszil, ez decemberben lesz a bemutatója, és akkor a két elkövetkezendő bénetes előadás, az egyik a Három kis malac, zenés bábjátékunk, egy nagyon jó, tese. Nagyon jó kesztyűsbábokkal, és a negyedik előadás pedig a Mese a rongyos zsákból lesz, ez szintén majd olyan április körül lesz a bemutatója, de én úgy gondolom, hogy közben még fogunk tevékenykedni. Tervek vannak? Nekem is készül a saját produkcióm, csak mindig van előrébb más. Most van meghívásunk Erdélybe, tehát november 7-8-9-10 vagyunk meghívva Erdélybe, és ott lesz egy ilyen kis négynapos kis turnénk, reméljük, hogy jó fog sikerülni az is. És ahogy hallottam, az elmúlt hétvégétek is nagyon izgalmas volt, hiszen a Bringa Város rendezvény több pontján is ott voltatok. Milyen volt a hangulat? Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Jöttek, mentek biciklivel, gyalog, a gyerekek, nagyon jó volt, pesgett az egész. Gratulálunk, aki kitalálta, mert az egész várost megmozdította ez a dolog. Felnőtteket is, gyereket, tehát a családokat is, az idő is még egész jó volt, úgyhogy... És akkor már ott egy kis vendégség is volt, ahol megjelentek a szülők a gyerekekkel, de ahogy mi mentünk ugye egyik helyről a másikra, mindenhol csak biciklis lehetett látni, pólókba, egyenpólókba. És az volt a legszomorúbb, hogy én mindig kerékpárra járok, és most autóval kellett menni, meg két felé mentünk, és muszáj voltam autóval ülni, pedig minden nap bringával járok. De hát a bábozás az egy kis plusz volt a gyerekeknek, úgyhogy... Hogyne. Igen, igen. Igen, nagyon, nagyon szerették. Lelkesek voltak ott, és ugye természetesen megint a Róka volt ott a célpont, és mindent megtettek azért, hogy ne bántsányos itt. Nagyon jó kis. Sűrű volt, mert ugye mi kettőkor fejeztük be, aztán negyed három lett, mire, fél három mire beértünk, és négytől meg a bemutató, úgyhogy tényleg jó volt, de hát egy ilyen kellemes fáradtság volt, aztán majd utána, előadás után egy kicsit leültünk. Így van, de a sikerek kárpótolnak benneteket, igen, illetve a gyerekek arcán a mosoly és a boldogság. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és nagyon jó bemutatókat kívánunk majd nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nyíregyháza önkormányzata hagyományteremtő szándékkal köszöntötte hétvégén az aranylakodalmukat ünneplő házas párokat. Nézzük vissza a legmeghatóbb pillanatokat. Szállítani úgy sem tudod, a szélet megfordítani úgy sem tudod. Hagyományteremtő céllal köszöntötte Nyíregyháza önkormányzata hétvégén az aranylakodalmukat ünneplő házaspárokat a Váci Mihály Kulturális Központban. 37 még ma is Nyíregyházán élő házaspár fogadta el a meghívást az ünnepi rendezvényre. Nyíregyházi házaspárok, tisztelt ünneplők és ünnepeltek! Hagyományteremtő szándékkal köszöntöm a magam és Nyíregyháza megyeiköváros önkormányzata nevében az 50 évvel ezelőtt Nyíregyházán házasságot kötő, aranylakodalmukat ünneplő nyíregyházi házaspárokat és vendégeiket. Nekem és az itt jelenlévő anyakönyvvezetőknek csodálatos ez a nap, melyet az őszi nap fénye aranyoz be. Megható is csodálatos, mert önöket ünnepeljék ma itt, akik 50 éven át kitartottak egymás mellett minden körülmények között.
A nyíregyházi önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a városban élő szépkorúakra, ez adta a hétvégi ünnepi rendezvény ötletét is. Nem csak eseményeket, szervezés pályázatokat hirdet, de anyagi támogatást is nyújt a rászorulóknak, ezt már dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere mondta a szombati ünnepségen. A házasságkötés az ember életében az egyik legnagyobb esemény, és azt a 50 éves aranylakodalma megerősítheti, hát azt gondolom, az talán ez felülmúlja még ezt is, és hát ami a köztem van, ha lehet így mondani, tehát az önkormányzat, az időseket külön, de a családokat, a gyerekeket, a gyereknevelést, az egészségmegőrzést, ugye a mai egész nap is erről szól, a hagyományok, kultúránk ápolását, átadását, aminek az azért szerves része a család, és én itt kiterjeszteném a közösségépítést, ami azért a családdal kezdődik. Családban születünk, növünk fel, és hát azt gondoljuk, én már évek óta azt mondom, hogy tekintsük úgy a nyíregyháziak nagy közösséget, mint egy nagy család. Egy nagy családban van több generáció, gyerekek, szülők, nagyszülők, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években ez bebizonyosodott mindenki számára, hogy így tekintjük, és így segítjük az önkormányzat részéről a nyíregyháziak nagy közösségét, és én azt gondolom, hogy ez mindegyik programban levezethető, és tetten érhető, és én nagyon-nagyon örülök, hogy az emberek, a nyíregyháziak ezt átérzik, átérik, ezeken a programokon ott vannak, rengeteg civil szervezettel, közösséggel, céggel együtt szervezzük már évek óta ezeket a programokat, és hát, hogy mennyien ott vannak, legutóbbi hétvégén a Tirpák Fesztivál is ilyen volt, de sorolhatnám az egész évi városi nagy rendezvényeket, amely városi nagy program, de a helyi közösségeket is, és én nagyon örülök, hogy ezek a helyi közösségek is élnek, működnek, és ma például volt egy program a Malomkertben, emléktáblát is állítottunk, tudja azt, aki ott nő fel, hogy a Malomkertben nő fel, nem csak egy lakótelepen vagy egy utcában, de ugyanígy az Érkertre, a Hímesre és a többi város részre is igaz ez. 50 éve 1969-ben több mint 800 ifjú pár kötött házasságot Nyíregyházán. Közülük érkezett 37 még ma is a városban élő házaspár az ünnepségre, ahol újra elmondták házassági fogadalmukat. Hogy az 50 évvel ezelőtt Nyíregyházán megkötött házasságunkat megerősítjük. A megható ünnepi rendezvény hagyományteremtő szándékkal valósult meg. Nyíregyháza önkormányzata 2020-ban, majd az azt követő esztendőkben is készül az aranykorúak köszöntésére. Lemezbemutató őszi turnéra indul a Képmás zenekar. Október 6-án Sóstúhegyen, október 27-én pedig Orosson egy-egy templom búcsúban adnak majd műsort, de a részletekről már inkább Bolega Lászlót kérdezem. Mi a helyzet a zenekarral, mikre készültök most? Hát nagy szeretettel köszönöm a kedves nézőket, és örülök, hogy újra itt lehetünk a Nyíregyházi TV-ben. Valóban egy őszi turné indult el, ennek az első állomása már meg is volt szeptember 30-án Máriapócson, és akkor folytatjuk tovább október 14-én Nagykárolyban, 18-án Debrecenben, és persze a egész estés előadások mellett, ahol nem mellesleg a vendég Gerendás Péter, mellette természetesen folytatódnak a családi koncertek, illetve a szentmiséken való zenei szolgálatok, és az október 6-a, amit említettél, a Sóstóhegyen lesz majd a Munkás Szent József templomban, ami vasárnapi szentmisén tulajdonképpen a társaság a szokásos zenei szolgálatát végzi. Még jó, hogy nem mondtam, hogy a megye több pontján fogtok koncertezni, mert ezek szerint már jóval túl vagytok a megyén, hiszen Nagykárolyi, illetve Debrecen is ott van a turnénak az állomásai között. Milyen érzés ennyire már nagyobb körben zenélni? Hát nézz rám éppen, ahogy most kinézek, elég húzós, mert tényleg hála Istennek jó volt az elmúlt fél évünk, tehát elég aktívra sikeredett. Közben most ugye a Péterrel elkezdtünk együtt dolgozni, az megint egy érdekes munkafolyamat, tehát sok szervezést igényel, meg menedzsmentet, hogy minden a helyén legyen, pont amiatt meg nagy a távolság,
közben a srácokat is mozgatni és az egész dolgot. De hála Istennek jók a visszajelzések, illetve maga a Péter is úgy nyilatkozott, hogyha a kedves nézők majd rákeresnek a rólunk készült cikkekben, hogy nagyon jól érezte magát, jól érzi magát. A Mandaldal Színháznak volt ez a nyárzáró gálája, tulajdonképpen ott volt az első ilyen főpróbánk, ahol egy közös dalt, amit a Robival írtunk, a szövegírónkkal, az Éberen várlak, azt énekeltük egy közös duettbe. Ez volt az első megmérettetés, most ez a Mária Pócs, itt már egy egész estés előadás. Ez is egy nagyon jó hangulatú dolog volt, és akkor hát 14-én Nagy Károly, az már egy izmosabb dolog, tehát a Városi Színházban játszunk. Nemrég voltunk ott Szentmisén is, hogy erősítsük a közönséget abban, hogy leszünk, és akkor jöjjenek. Aztán utána pedig Debrecen, és akkor utána majd a novemberi és decemberi események, és közben még a szervezések, mert hát ugye következik nem sokára az adventi időszak, matinék, stb. Tehát igen, rengeteg minden van. Mi a korábbi interjúnkkal már beszélgettünk arról, hogy mit is jelképez számotokra ez a zenekar, és mi az üzenetek, de mondjuk a nézőknek, akik még nem láttak titeket, kicsit mesélj arról, hogy mi az, amit szeretnétek megfogalmazni a zenétekkel. Hát azt gondolom, hogy itt a nyíregyházi nézők tekintetében annyiszor elmondtuk, de a kérdés mindig jogos lehet, mert mindig minden egyes évadban tulajdonképpen egy picit újrafogalmazza magát az ember, vagy legalábbis körüljárja ezt, hogy miért is csinálja ezt az egészet. De egyszerűen, ahogy a Péter is tulajdonképpen most így együtt dolgozunk, hogy egyfajta olyasmi dolgot vigyünk a palettára, ami mostanában talán hát kevésbé kap hangsúlyt. Jó, mondjuk azt szokták mondani, ezt nyugodtan nyilatkoztatok rá, egy cikkben jelent meg, az Orán nyilatkozta ezt, hogy tulajdonképpen ez a műfaj sem a Kádár rendszerben és sem ebben a időszakban, ebben a rendszeres után sem volt tulajdonképpen egy populáris, egy olyan kiemelt műfaj, ami ugye teljesen magától értetődő volt. Itt mindig kívánt egy intellektust, ugye a hallgatóságtól, nézőktől, tehát valami ilyesmi. Mennyire nehéz a fiatal korosztályt bevonzani? A fiatal korosztály alapvetően nincsen gond. Novemberben, az elmúlt esztendőben, 2018-ban Nagyhalászban, amikor ott mutattuk be ezt a lemezanyagot először, akkor ott egy nagyon komoly réteg a közönségnek fiatalokból állt, centimerésekből, barátainkból, tehát ők jól veszik ezt a dolgot. Itt inkább mindig arról van szó, amit az utóbbi időben látunk, ezzel a műfajjal és egyébként sok más műfaj tekintetében is, ami mondjuk kevésbé interaktív vagy élményorientált, bár ugye ez az élményorientáltság is, ez mindig egy ilyen nézőpont kérdése, mert itt is azért a Péternek a magánszámában azért nagyon érdekes hangszeres részek is vannak, és hát a mi anyagunkban is azért bőven van stíluskava akár. Szóval azt gondolom, hogyha ez jól van tálalva, jól van szervezve, akkor itt nincs fennakadás. Ez megy ez a dolog, mert hogy nyilván mindig az adott intézménynek vagy szervezőknek a feladata azt, hogy hogyan és mit tálal, és akkor körülbelül az általában mindig átmegy. Kell az a kérdés, hogy ez mivel egy picit jobban körül kell járni, ezt látom én is sokszor nem csak a térségben, hanem máshol is, ahol járunk, hogy maguk a szervezők is sokszor nem tudnak ezzel mit kezdeni. Gondolj bele, van olyan hely, nem is tudom, nem mondom most helyszínnevet, beszélgettünk ezekről a dolgokról, egy matinéval lendülünk majd neki a dolognak, és erről, hogy mint egész estés előadás koncert, nem tudjuk hova rakni. Tehát, hogy ez tulajdonképpen mi akar lenni, és amikor körülbelül belövöd neki, hogy ez ki, akár a gerendás, a vendég, stb. Hát nálunk 25 éve volt ilyen, tehát azért vannak ilyen helyzetek, úgyhogy azért mondom, hogy ez nem egyszerű képlet. És a debreceni nagy koncert után lesz-e esetleg még valami, vagy tudtok egy picit pihenni? Hát nem, sajnos folyamatosan van valami, meg hála Istennek folyamatosan van valami. 27-én itt Oroson vagyunk, Szentmisén, ott végzünk zenei szolgálatot. November 29-én Kisvárdán van egy nagy lezáró koncertje ennek az őszi turnusnak, és hát közben meg végig matinék vannak, akár leveleken, Ibrahimban, itt a térségben, és a többi. Tehát decemberben indul ez az adventi gyerekkoncert sorozat, ami minden évben elindul, és minden évben végigvisszük, és annak a vége úgy tűnik, hogy most is december 24-én a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társzékes Egyházban lesz a pásztori játékunk, ott a gyerekekkel, és a zenekar, és a karnagyúrral. Tehát ilyen elég kerek mindig ez az őszi fél év.
Tehát már így előre be van táblázva a téli időszak is nektek. Igen. A nyíregyházi közönség legközelebb majd akkor láthat benneteket? Hát egyrészt ugye van ez a hatodika, hogyha bárki úgy gondolja, akkor nagy szeretettel várjuk, hogy a sóstó legyen ezen a szentmisén. Ez a 27-e, ami közelebb van Oros, meg hát Kisvárda november 29, vagy aki ráér és szívesen eljönne, Debrecenben október 18-án, azért Debrecen nincs messze. Van, aki például Nagykárolyba is eljön. Azt is ajánljuk mindenkinek nagy szeretettel, mert gyönyörű város, nagyon szép a városi színház. Úgyhogy neten megtalálnak mindent, bátran csatlakozzanak ehhez a turnushoz. Akár a nézőiteknek, a hallgatóságotoknak ez egy jó program is, lehet kirándulni veletek együtt a koncert helyszínekre. Hát igen. Valóban van, aki emiatt is jön, hogy akkor úgy tervezi a napját, igen. Hát akkor kitartást kívánok nektek, és minden jobb hangulatú koncerteket. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál ránk. Én is köszönöm, hogy itt lehettünk. A nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, ennyi fért a mai Sziasztába, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!